Na, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és hát előre is elnézést szeretnék kérni mindenkitől a különböző hangos zajokért, ugyanis hát természetesen hova is máshova tudtam volna jönni, mint oda, ahol mindenhol kutyák vannak és mindenhol ugatnak. Ugye említettem már néhányotoknak, akik így a streamet követik, hogy hát mi gyűjtögettünk így a live-on. Na most így konkrétan nem volt olyan dolog, hogy mondjuk mit tudom én, processzorra, vagy bármi más, úgyhogy kitaláltam, hogy miért ne gyűjtetnénk egy autóra, úgyhogy eredetileg úgy volt a szituáció, hogy egy Ferrarit fogunk venni, és szétverjük a Groupama Arena kerülős közepén. Ugye ez volt a terv. Aztán utána rájöttem, hogy hát ez tök jó, meg minden, csak az a probléma, hogy a Ferrari ugye az így nem egy elérhető dolog, és hát az sem biztos, hogy a Groupama Arenába be tudnám vinni a Ferrarit, amit egyébként a büdös életben nem fogok tudni megvenni, de a lényeg az, hogy nem tudnám oda úgysem bevinni, és nem tudnám szétverni, úgyhogy próbáljunk meg valamiat kitalálni, ami igazából egy valós és megfogható történet. Úgyhogy a segítségetekkel vásároltam egy hobbiautót. Ja, hobbiautót. Mi ez a hobbiautó? Igazából még magam sem tudom. A lényeg az, hogy olyan autó, amit szeretnék igazából nem feltétlenül arra használni, hogy minden nap megyek vele, hanem igazából ilyen találkozókra szeretném használni, meg én alapvetően szeretem a Hondákat. Szeretem ezeket a kicsi, ilyen nagyon-nagyon gyors autókat, viszont nem drágák, nem nagyok, tehát így abszolút el lehet őket tartani mondjuk egy második autónak, és azt gondolom, hogy ez teljesen jó, és hát nagyon-nagyon szeretném nektek megköszönni, és igazából pont azért is jó ez, mert hogy valamit legalább én is vissza tudok adni, meg így meg tudok nektek bizonyos dolgokat mutatni, mert hogy nem az van, hogy mit tudom, vettem egy processzot, hogy valami, nem, figyelj, egy autót vettem, na hát bum neki. Na meg is mutatom nektek, srácok, mert hogy igazából a sztori, az egy három része sztori lesz. Na most azt kell az autóról tudni, mert mindjárt körbe fogom menni, és meg fogom mutatni, hogy ez körülbelül egy 22 éves Honda, tehát nem egy nagy összegről van szó, 300.000 forint körüli áron mennek ezek az autók, tehát baromira nem nagy tétel, viszont nagyon jók és nagyon szépek lesznek, legalábbis remélhetőleg. Szóval a lényeg az, hogy én ezt az autót úgy vettem, hogy hát nincs a legtoppabb állapotban, hogyha azt így, nem tudom, így lehet így ezt mondani. Ugye hát 20x éves autó már azért rohad itt-ottam, ott főleg ezek a Hondák, amiknek egyébként az ajtaja szokott rohadni, de ezt majd meg fogom mutatni. Szóval az a lényeg, hogy felajánlotta nekem az Elastic Car, hogy teljes mértékben kipofozza az autót, és teljes mértékben összerakja úgy, hogy aztán később mehessen fóliázni, ami egyébként szintén egy másik sztori lesz, de arról majd később. Szóval a terv az, hogy ebből a kis autóból, ami most már megmutatom, itt van mellettem, remélem nem ég ki a kép, király. Szóval ezt az autót fogjuk megcsinálni, kicsit fölújítani, és hát egy ilyen, nem azt mondom, hogy tuning verdát csinálni belőle, mert én azért nem vagyok az a nagy tuning verdás, viszont egy nagyon szép, küllemű autót szeretnék bele varázsolni, ami gyakorlatilag nálam zsírújjat jelenti, szóval szeretném totálisan felújítani ezt az autót, különböző dolgok megtörténtek, de majd meg fogom majd mutatni, hogyha odaértünk az Elastic Carhoz, mert egy csomó mindenki lesz benne cserélve. Tehát például ki lesz benne cserélve a két ajtó, ki lesz benne cserélve a lámpa, ugye ez a két ajtó, látjátok? Tehát az a probléma, de ezt itt meg is mutatom nektek, hogy nagyon durván, tehát belül sokkal durvábban rohad. És hát vannak vele gondok, ugye most ki se lehet nyitni. Tehát nem tudod mivel kinyitni, be kell nyúlnod, és belülről kell, hogy egyáltalán kinyújtsa, vagy kinyisd az ajtót. Szóval hátul már nagyobb problémák vannak, aztán mindjárt meg körbe megyünk az autón nagyjából, hogy hogyan is néz ki. Na, tehát itt is azért vannak problémák, látjátok, tiszta rozsda az egész. Itt végig rohad, hát belül meg botrányosan rohad. Tehát belül fogod, benyomod az anyagot, és konkrétan beesik az egész. Úgyhogy a srácoknak lesz itt javítani rajta, azt gondolom. Illetve hát a teteje sem egy szép látvány, tehát ilyen eléggé tróger az egész. Illetve itt is az ajtó, na itt már jobban látszik, srácok, ennél az ajtónál. Látjátok, itt végig, ez itt furrohad már, ezt fognám és ezt így fel tudnám feszíteni, és így gyakorlatilag szét tudnám törni az egészet. Meg hát vannak rajta még itt is ilyen kis hibák, ugye itt, ami még esetleg nagy. Ugye vannak rajta, baromi sok horpadás van rajta, ami igazából nem is nagyon tűnik föl, tehát itt is. Látszott például, hogy az előző tulaj az úgy csukta le például a motorházatot, hogy fogta és ugye itt. És itt van egy nagyon-nagyon nagy ilyen horpadásszerű dolog, amit majd szintén a srácok ki fognak javítani. Úgyhogy én lassan elindulok a skacokhoz,
és hát együtt szét fogják kapni, vagy én is ott leszek egy darabig. Úgyhogy szétkapják a kocsit, és elméletileg mindent meg fognak rajta javítani. A következő része, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a karosszéria jól sikerüljön, hiszen utána ez az autó ez teljes mértékben le lesz fóliázva, vagy matt fekete fóliát fog kapni, ami azért elég durván meg fogja dobni majd a dolgokat, főleg úgy, hogy igazából egy zsírúj autó jellege lesz. A motorikusan egyébként nagyon rendben van a kocsi, semmi gond nincsen vele, tehát most volt benne váltócsere, meg nem tudom, a motorral is baszakodtak valamit, szóval nem egy rossz autóról beszélünk, viszont hát a kasznia az azért már eléggé elavult, hogyha ezt mindenképpen javítani kell. Na, én gyorsan indulok a srácokhoz, mert hogy elkezdik szétkapni az autót, nagyon kíváncsi leszek, mert az összes elemet le fogják szedni. Gyorsan még láthatok egy montást, hogy jelen pillanatban hogy áll, és hát a melóról egy kicsit, mert szerintem ez tök érdekes. Jövök vissza.